elhatárolódom azoktól a kijelentésektől, hogy egyetem nem szükséges a mezőgazdasághoz. Köszöntöm vendégeinket a stúdióban, Nagy Tiziánát, aki borászképzésen vesz részt, illetve Dusnoki Csabát, aki szintén az egyetemen tanul, gyakorlatilag Csaba Dunapatajon dolgozik, egy családi vállalkozást is képvisel, Tiziána pedig a borászatban képzeli el az egri borvidéken jövőjét. Ugye több helyen is van az országban borászképzés, miért választottad pont a Mate budai kampuszát? Tartottam előtte egy véleménykutatást, beszéltem több borásszal, és ők egyöntetően ezt az egyetemet javasolták. Csaba, te mögötted ott van egy viszonylag nagy családi vállalkozás is, tehát de nem tapasztalatul jöttél az egyetemre, tudatos volt ez a választás? Természetesen tudatos volt. Úgy gondolom, hogy a mai magyar mezőgazdaságnak a sikere nem csak a gyakorlati tudásban, hanem az elméleti tudásban is összpontosul. Ezért a gyakorlati tudást, a gyakorlati tapasztalatokat, amit otthon meg tudok szerezni a gazdaság évei során, azt muszáj kiegészíteni olyan elméleti tudásokkal, amelyeket így tud megszerezni a diák. Évek óta nagy kérdés, hogy az egyetem mennyire ad használható tudást? Mindenféleképpen elhatárolódom azoktól a kijelentésektől, hogy egyetem nem szükséges a mezőgazdasághoz. Visszatérve, ahonnan kezdtem, hogy a gyakorlati tapasztalat igen fontos. Valóban úgy gondolom mindennek az alapja, de hogyha nem tudjuk azokat a folyamatokat, hogy a gyakorlatban miért jelentkeznek úgy és éppen akkor, akkor nem tudjuk a megelőzést. Mivel a mezőgazdaság sikere legfőképpen a prevención múlik, azon, hogy megelőzzük a problémákat, hogy ne is alakuljanak ki, mivel ha az már kialakult, ott egy jelentős termésveszteségről beszélhetünk, ami a gazdasági oldalon fog jelentkezni, és ezeket a folyamatokat, elméleti folyamatokat, amit a növényben zajlanak le, ismernünk kell ahhoz, hogy ezeket meg tudjuk előzni, tehát mindenféleképpen a sikeres mezőgazdaság az elméleti és gyakorlati tudásnak az ötvözése. Borászatban is nagyon korszerű eszközökkel kell dolgozni. Idegenkezd tőle, vagy a tradíció mellett szívesen használod az új eszközöket is? Én abszolút vevő vagyok az új dolgokra. Én amúgy is egyetértek abban, ami elhangzott, hogy nagyon fontos az, hogy a régi generációktól a tapasztalatokat, a jó dolgokat átvegyük, és tovább éltessük, de szükséges az új felé való nyitás és fejlődés. Mit vár el az ember az egyetemtől? Mi az, amit szeretnél majd, amikor kilépsz a kapuján magaddal vinni? Hát nyilván releváns tudást szeretne minden friss diplomás, amit kiérkezve a nagyvilágba egyből tud hasznosítani, de ez azért a valóságban nem mindig úgy működik, tehát mindenképpen szükséges valamilyen szakmai gyakorlatot szervezni magunknak, illetve az egyetem által segíteni a diákokat ezzel. Te már eltöltöttél néhány évet az egyetemen. Mi volt a tapasztalatod? Rengeteg tapasztalattal rendelkezem már most, úgy gondolom, amit az egyetemnek köszönhetek, és amit itt tudtam megszerezni. Sajnos ez a jelenlegi helyzet, amiben már élünk, ez a távoktatás, digitális oktatás egy kicsit ezt leszűkíti. Szerencsére én nem érzem olyan szinten ennek a hatását, mivel hogy otthon tudunk tevékenykedni ettől jobban, sőt egy kicsit zárójelbe talán halkan mondhatom azt is, hogy nekem még jobb, hogy az óráimat az erőgépekből szoktam néha általában hallgatni, vagy a szántóföld mellett. Természetesen az egyetem nem jelent mindent. Arra nem lehet csak arra támaszkodni, hogy ha valaki elvégzi azt az egyetemet, megkapja a friss diplomáját, akkor ő mindent tud, akár a mezőgazdaságról, de úgy gondolom, hogy ez akármilyen iparágban így van, hogy nem feltétlenül a papírt jelent mindent. De papír és papír közt is jelenleg hatalmas nagy különbség van, mivel hogy mi van az a papír mögött, az nagyon fontos, hogy csak egy elméleti tudás, amit lehallgatta a hallgató az órákat, sikeresen teljesítette a tantárgyi követelményeket, vagy ő valamit mellé is tett, utána járt, utána olvasott, érdeklődött valami után, hogy kialakítsa, mire megkapja a diplomáját, azt a nézőpontját, hogy ő valóban melyik irányt is szeretné képviselni ebben az iparágban. Valaki nem szeret az állattenyésztéssel foglalkozni, valaki nem szeret a zöldségtermesztéssel foglalkozni, az nyilván ne azzal foglalkozzon. Természetesen a képzettsége és a képesítése az megfelel arra is, de hogyha valaki valamit nem szeret, azt nem is fog úgy elvégezni a jövőben. Tehát mindenféleképpen mindenkinek, úgy gondolom, egyetem végére a tapasztalatok mellett ez is segíti, hogy kialakítsa azt, hogy ő valóban hova is való. Mennyire fontosak a kapcsolati tőkék, amit meg lehet szerezni ezen keresztül? Nagyon fontos. Tehát, hogy szerintem az egyetemet úgy érdemes csinálni, hogy tudatosan készülsz arra
fokozatosan kialakul benned az, hogy pontosan mivel szeretnél foglalkozni, és ahhoz kell irányítani azokat a dolgokat, cselekedeteket, amit te mondjuk az egyetem alatt elvégzel, és itt nem feltétlenül csak azt mondom, hogy tanulmányi szinten, hanem milyen kutatási munkákat válasz esetleg tanszékeken, tanároknál, milyen viszonyt alakítasz ki velük, esetleg milyen szakmai eseményekre jársz el, ahol mondjuk kapcsolati tőkét tudsz felépíteni, hiszen ezek majd segíteni fogják a későbbi munkádat.